Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök az Encsváros önkormányzata, az Encsvárosi Sportklub és az Encsi Művelődési és Sportközpont könyvtár közös szervezésében rendezett Kuszkó Sándor kispályás teremlabdarúgó emléktornán minden sportvezetőt, meghívott csapatot és szurkolót. Felkérem Szemko Rékát, a Váci Mihály Gimnázium tanulóját, hogy ossza meg velünk a Kuszkó Sándorral kapcsolatos gondolatait. 2020. szeptember 19-én, szombaton délután, futótűzként terjedt Encsen és környékén, valamint a Facebookon a szomorú hír. Tragikus hirtelenséggel és körülmények között elhunyt Kuszkó Sanyi. Családapa, férj, három gyermek édesapja, gimnáziumi igazgatóhelyettes, önkormányzati képviselő. A nyíregyházi Besenyei György főiskola testnevelés földrajz szakának elvégzése mellett labdarúgó edzőszakot is végzett. A későbbiekben elvégezte a Debreceni Egyetem földrajzszakos egyetemi, a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás vezetői szakát is. Már Nyíregyházán is folytatott edzői tevékenységet, 1987-ben került Encsre a Váci Mihály Gimnázium tanáraként. Tagja volt az LVSC labdarúgó csapatának, bekapcsolódott az utánpótlás nevelésbe. Alapító tagja volt az Encsi focisulinak. Sanyi már gyerekkorában is igazolt labdarúgó volt. 1987-től 1995-ig focizott az LVSC-ben, majd Szalaszenden még levezetett. Legemlékezetesebb tette a régi focipályán az 1993-1994-es megyei első osztályú bajnokság utolsó fordulójában Máld ellen Szegedi Tibi beadása után szerzett fejes gólja volt. Erre minden sportszerető encsi emlékszik, és emlékezni is fog sokáig. Ezzel a fejessel és győzelemmel bajnok lett az LVSC, és történetében először felkerült az NB3-ba. Ez történelmi siker volt. A győzelem 25. éves évfordulójára az általa főszervezőként megszervezett eseményen a jelenlévők megtekintették a mérkőzésen készült felvételt. Ezen az összejövetelen ezt a csapatot aranycsapat névvel illették. Az ominózus jelenetet Sanyi minden munkanapján láthatta már egy jó pár éve, mert nagyszerű művészi rajzot készített róla Vaszi Pisti. Az alkotás a gimnázium igazgatóhelyettesi szobájának falán kapott méltó helye. 1995-ben elindult Encsi focisulinak alapító tagja, és egyben edzője is volt. 2002-ben az első között szerzett UEFA B licences labdarúgó edzői végzettséget. Ekkor a Bozsik program Encsi csoport vezetője lett egészen a haláláig. Korosztályos csapataival elért sikerei, elsőségei, eredményei bizonyítják, hogy lelkiismeretes, alapos munkát végzett. Az utánpótlásban betöltött szerepe mellett három alkalommal is volt az Encsi felnőtt csapat edzője. Az utóbbi időben sajnálatos haláláig a Tája KSE U19-es csapatának volt az edzője, Sanyi bácsia. A Tája KSE honlapja azonnal reagált a szomorú hírre, és hosszú ideig a színes fényképek helye fekete maradt. Nagyon sikeres volt a gimnáziumban végzett edzői tevékenysége is. Fiaival kétszer is a Diákolimpia országos döntőjébe jutott. 2019-ben a második helyezést érték el úgy, hogy a döntőben csupán büntetőkkel maradtak alul. Nagyon sok sportrendezvény megszervezése is fűződött a Sanyi nevéhez. Bozsik program, Váci kupa, öreg fiúk tornák. Az utóbbi időkig rendszeresen rúgta a bőrt a városi sportcsarnokban, a csütörtök esti amatőr focitársaival. 2009-ben az Encs Városért 2009 kitüntetésben részesült, a város sport életében a labdarúgás területén végzett tevékenységéért. 2018. december 8-án Bozsik Egyesületi Program DVTK regionális utánpótlás központjának EGRI évzáróján jutalmazták kiváló munkájáért. 2015-ben tagja volt a megyei igazgatóságok tornáján, harmadik helyet szerzett Borsod megyei együttesnek.
2010-ben is betöltötte az EVSC ügyvezetői pozícióját. Felkészült tanárként, edzőként, sportvezetőként, sportszakemberként, ENCSI vezetőként, nagyon nagy tudással, ismerettel, információval rendelkezett, amelyeket sajnos mindmagával vitt az égi focipályára. Ide illenek az ismerős arcok Nélküled című dalának sorai is. Annyi mindent kellene még elmondanom. Ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elindult ő a fények útján. Az LVSC 2020. szeptember 20-án a Városi Sportközpont előtt nyilvános, csendes gyertyagyújtást tartott az előző nap elhunyt Kuszkó Sándor sportszakember emlékére és tiszteletére. Temetésén megszámlálhatatlanul sokan vettünk részt, és két felülmúlhatatlan búcsúbeszédet hall. Télen, az emlékezés jegyében sajnos egy újabb emléktornával bővülhet a teremtornák. Örökre velünk maradt. Őrizzük mosolyadat. Nyugodj békében, Sanyi, legyen könnyű az álmod. Köszönjük szépen. Köszöntöm Takács Krisztián urat, az Encsvárosi Sportklub elnökét, Paul József urat, az Encsváros önkormányzatának képviselőtestületi tagját, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét. Felkérem Paul József urat, hogy köszöntse a torna résztvevőit, nyissa meg a rendezvényt. Kedves sportbarátok! Encsváros önkormányzata nevében köszöntöm a Kuszkó Sándor emléktornán résztvevőket. Külön köszöntöm a Kuszkó tanádot, EVSC vezetőségét, játékvezetőt, a csapatokat és minden kedves vendéget. Mindenki láthatja, hogyan rohan az idő, hiszen újabb év telt el. Én kívánom, hogy mindenki érezze jól magát, csapatoknak sérülésmentes játékot és eredményeket kívánok. Köszönöm a sportcsarnok vezetőségének, hogy biztosították a helyet, a szervezőknek, akik részt vettek a torna lebonyolításában. Ezennel megnyitom a második Kuszkó Sándor emléktornát. Kedves vendégeim! Ünnepélyes eredményhirdetése következik a Kuszkó Sándor kispályás teremlabdarúgó emléktornának. Felkérem Paul József urat, adja át a negyedik és ötödik helyért járó okleveleket. Ötödik helyezett, hétfői lazulás csapata. Negyedik helyezést ért el a forró csapata. Harmadik helyért járó díj átadására felkérem Kuszkó Noémit. A harmadik helyezett lett a Vandex csapata. Dobogó második fokára a Csütörtök csapata állhat fel. A díj átadására felkérem Kuszkó Rékát. Az első helyezésért járó díjat Kuszkó Lilla adja át. A tornán első helyezett lett a Rutin csapata.
külön díjak átadása következik. Megkérem Kuszkó Noémit, adja át a torna legjobb mezőnyjátékosának járó díjat. A cím pedig Vajkó Rolandnak, a csütörtök játékosának jár. Most pedig felkérem Kuszkó Rékát, adja át a következő külön díjat. A versenybizottság a legjobb kapusnak járó díjat Gáfi Bélának, a Vandex játékosának ítélte meg. A tornagól királyának Gajas Jánost, a rutin labdarúgóját választották meg. Megkérem, Kuszkó Dánielt, adja át a díjat.